A Biácsi Sándor emléktornának több éves hagyománya van városunkban, amit idén január 13-án a sportcsarnokban immáron negyedik alkalommal rendeztek meg az U14-es korosztály számára. Az az igazság, hogy nagyon készülni nem tudtunk. Egyetlen egy edzést tudtam tartani. Kaptunk a BEM iskolától termet a héten. Így készültünk erre a tornára. Hát már elég régen befejeztük a kinti bajnokságunkat, ahol első helyen végeztünk, és örültem is, hogy lesz egy ilyen torna. A tornán a kiskörösi LC U14-es csapata mellett a miklósi GFL gárdája, valamint dunaföldvári kiskunmajsai és kerekegyházi együttesek képviseltették magukat. Mindenki játszott mindenki ellen, úgyhogy ez jó volt. Egyszer 20 percet játszottunk. Az első mérkőzéstől egy kicsit tartottam, mert az mindig akad kis meglepetést, vagy okoz meglepetést, de sikerült 1-0-ra nyernünk, úgyhogy a tornát is úgy érzem, még egy mérkőzés van, de úgy érzem, hogy most már megnyertük. Hát 3 győzelmünk és egy döntetlennel veretlenül 1 gólt kaptunk, úgyhogy a csapatot megdicsérem, mert nagyon jó játszottak. A tavaszi szezonra való téli felkészülési időszaknak előnyére válnak a teremtornák, mivel a csapat a mérkőzések által is aktív edzésben marad. A felkészülést most már még jövő héten pihenünk, és utána már elkezdjük. Az esélyünk úgy érzem, hogy megvan. Egyetlen egy nagy gondom van, hogy nagyon kevesen vagyunk. Tehát, hogyha itt betegség, sérülés, kirándulás vagy bármi közbejön, akkor baj lehet. A Biácsi Sándor emléktornát végül a kiskörösi LC U14-es gárdája nyerte meg, akik bizakodóak a tavaszi szezont nézve is, hiszen a céljuk az, hogy a bajnokság végén is a dobogó első helyén álljanak.